Köszöntöm Önöket a Városi Könyvtár nevében. Petrák László vagyok, Petrák László Pelikán mondhatnánk, de azért ezt azért mégsem mondanám. Azért választottam ezt az öltözéket két dolog miatt is, mert a város jelképe, ugye a Pelikán, azután lehet, hogy három lesz belőle, azután a könyvtár logójában is a Pelikán van, és a harmadik pedig, hogy egy olyan írást ajánlanék Önöknek, amit ebben a könyvben találtam, ez pedig a Zöld Hősök. És van még egy alcíme is, az pedig úgy hangzik, Assisi Szent Ferenctől Arnold Schwarzeneggerig. Hát hogy kerül a csizma az asztalra, illetve hogy Assisi Szent Ferenc és Arnold Schwarzenegger? Hát úgy, hogy mindegy, mind a ketten a környezetvédelem, a természet megvédéséért küzdöttek más-más korban természetesen. Nagyon hasznos és jó könyvnek tartom. Erdős László egy ökológus, aki nem csak Assisi Szent Ferenc és Arnold Schwarzeneggerről ír, egy ilyen rövid életrajzot, meg pontosan azt, hogy mit tettek a környezetvédelem tekintetében, hanem mondhatjuk az amerikai alelnököt Al Gore-t, Charles Darwin természetesen, vagy David Attenborough-t, és ha belelapozok még, akkor bizony mondhatom még azt, hogy Jane Goodall, ugye aki Magyarországon is járt, és még számtalan, Dareleket, ugye a Darel családot, Cousteau kapitány, már lassan el is felejtjük Cousteau kapitányt, ugye a tengerek rajongója volt, tehát, és még mondhatni, hogy hát igen, lehetne egy sorolni, mondjuk ez egy kicsit furcsálatom, Steven Seagal, de hát miért ne? Mert őt nem erről ismerjük meg, vagy ismertük. Akiről, vagy akinek az apropóján ezt a kis szöveget felolvasom, az Albert Schweitzer. Albert Schweitzerről azt kell tudni, hogy ő Afrikában létrehozott egy kórházat a szegényeknek, és amellett pedig a természet de előforduló, hát vagy a közelében lévő állatokat is mentette, ahogy tudta. És hát egyfajta olyan, mint a Hortobágyi Állatkórház, amit olyan jó nap mint nap róluk hallani, hogy mennyi beteg állatot és mennyi gyógyulásra váró állatot megmentenek. És az Albert Schweitzer írt egy kis novellát. Ha a Pelikán naplót írt volna, és akkor innen jött hát ez a Pelikán ruha is egy picit, ami így hangzik, tehát naplója a Pelikának. Különben úgy hívták a Pelikánt, hogy Valkűr. Nem biztos, most ezt nem tudom. Azt hiszem elég most előjáróba csak úgy egyszerűen annak rendje és módja szerint bemutatkoznom. Hiszen életem történetéből alaposabban is megismertek majd engem a Pelikán. A Pelikán a legnagyobb és legfeltűnőbb evezős lábú madár. 130-160 cm-es szárnyának fesztávolsága 2,5 méter. Csőre 35-40 cm. Az idősebb állatok toll a pirosas fehér, a barnás evezőtollak kivételével. Mellük sárga, a fiatal állatok háta szürkésbarna, hasuk hamuszínű, szemük piros, födetlen részeik sárgák, tokájuk kékkel erezett sárga színű, lábuk hússzínű. Szürke csőjükön piros és sárga pettyek vannak. Dél-Európában, Afrika legnagyobb részén és Dél-Ázsiában honos. Április végén, május elején érkezik meg Dél-Európába, itt költ. Körülbelül október közepén költözik el. Vándorlása közben néha utat téveszt, így találtak már Közép-Németországban is Pelikánt. Édes és sós víz mellett egyaránt megél, inkább a mély vizeket szereti, ezek felszíni rétegeiben merítőhálóhoz hasonló csőrével jól tud halászni. Víz alá bukni nem tud, mert bőre alatt légpárnák vannak, főeledele a hal, és alkalomattán fiatal vízimadarakat is fogyaszt, sőt, még félig kifejlett kacsákat is megtámad. Pelyhes pelikánfiók a koromra visszaemlékezve látom, amint valahol a folyó mentén egy magas fára rakott fészekben csücsülünk én és a két bátyám. Buzgón tátogatjuk csőrünket, lesve várva a szüleink hozta jó falatokat. Arra viszont már nem emlékszem, hogyan keveredtünk le a fészekből a papiruszbozót melletti zátonyra.
itt, ezen a zátonyon történt velünk a szerencsétlenség, és ettől kezdve már mindenre pontosan emlékszem. Hirtelen fekete emberek támadtak ránk. Szüleinket botokkal elhajkurázták, hármunkat elcsíptek, lábunkat összekötözték, kosárba gyömöszölték, moccanni is alig tudunk, és hazavittek a falujukba. Rabtartóink másnap reggel kenukra rakták a kosarat, és lefelé eveztek velünk a folyón. 2 nap és 2 éjjel utaztunk, míg a 3. napon, déltájban, pálmák és mangófák alatt sok kis piros tetős ház bukkant elénk. Kikötöttünk. Az emberek fülön fogták a kosarat, s vitték egyenesen a legtekintélyesebb ház felé. A ház udvarán nekünk rontott egy falka vadul ugató kutya, de a házból valaki helyükre parancsolta őket. Csak hamar a kutyák csitítója, a ház ura is előkerült, jól megtermett fehér ember volt, svejtszer doktor, s nyomában egy másik szoknyába bújtatott emberformájú lény, Emma Hausknecht, ápolónővér. A doktor előbb bennünket szemlélt meg szótlanul, majd rabtartóinkat végül Emma nővérhez intézve szavait fejét csóválta. Éppen ezek hiányoztak, nincs elég gondunk, bajunk, most még ezt a 3 éhenkórászt is etethetjük. Rabtartóinkat alaposan lekapta a lábukról, volt szívetek elrabolni szüleiktől ártatlan kicsinyeiket? Nagyon haragudott a doktor, jobbnak látták hát, ha hallgatnak. Jó ideig nem szóltak egy kukkot sem, de azután bátorságokat összeszedve mégiscsak megszólaltak. Neked akartunk örömet szerezni, doktor, a pelikánokkal, azért hoztuk őket éppen hozzád. Ha jól megfizetsz értük, neked adjuk örökbe. De az sem baj, ha nincs szükséged rájuk. Akad még elég fehér ember, aki jó árat ad értük. Nem elég, hogy szegények már félig éhen haltak, képesek lennétek tovább cipelni őket? Vagy az úton pusztulnának el, vagy egy hozzá nem értő ember kezei között? Itt a fáradtságotok díja, meg az út közben vett halak ára. De most azután fel is út, le is út. Hogy mi történt a továbbiakban a hőseinkkel, a pelikánokkal, azt a következő alkalommal fogjuk megtudni, és ne felejtsék, napi 20 perc olvasás.